Na kérem szépen, itt vagyunk Boncidán, a Bánfi kastélynál, és természetesen, amikor megérkeztünk, elindult a zene, egy igazi cigány lakodalom. Úgyhogy, ha most szegény Bánfi ezt hallaná, meg látná, na, mi a vélemény? Igen, szép. Szép. De egyre diplomatikusabb vagy. Árpi barátommal bejöttünk itt a Boncidai kastélynak az istálójába, ha minden igaz, ez volt az istáló. Gyönyörű. Tudtok, a régiek építkezni, az biztos. Így nézett ki egy istáló annó. Boncidai kastély, lóistáló. Tehát akkor ez lóítató volt, nem szentelt is tartó. Jó, oké. Okay. Ezek voltak a lovatokat. Uh-huh. Jó, ne haragudjatok, de ezt muszáj, szóval bent vagyunk itt ebben a rögtönzött kiállítási helyen, ami alapvetően úgy néz ki, hogy a porcok mögöttem ugye tele van kiírásokkal, és tulajdonképpen alig van valami a porcokon. Az egészben az a borzalmas fekete humor, legalábbis számomra, hogy a kiírásoknak a bal felső sarkában mindig az van, lost and found, ugye? Angolul ez, hogy elveszett és megtalált. Hát a megtaláláshoz még szerintem pár évszázad kell, de majd meglátjuk. Hol vagyunk? Ez mi? Diana Murana Roxanna Szenitania, Agus. 2019-ben festették ezeket a cuccokat. Jó, ez valami ilyen szabad kiállítás. Ott van Igor, Elvis, Anna, Adi. Na kérem. Egy kicsit átrakták a Boncidai kastélynek a belső dizájnját a kortársak, át. Az jut eszembe, Remélik Sándornak a verse, a kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtig. Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez. Ez volt Árpi barátom nyárszóról, Erdély legjobb karosszívja lakatosa. Szóval a portás az most eligazított minket, hogy ugye ez az esküvő, kibérelték, nem mehetünk oda, viszont akkor most mi kimegyünk, helycsere és támadás, és megpróbálunk egyet drónozni. Hát, ha tudunk nektek többet mutatni erről a gyönyörű, hát múzeális értékről. Hát, először vagyok itt, de vajon miért nem lepődök meg?